Ezen a gyöngyös halászi tyúkfarmon több mint 8000 tojótyúkot tartanak. Itt mélyalmos technológiával teljes mértékben biokörülmények között állítják elő az egészséges tojásokat. Simon Attila mezőgazdasági szakértő szerint ebben az évben a termelőkkel szemben a vásárlóknak kedvezett a gazdasági helyzet, hiszen az elmúlt évekhez képest zuhant a tojás ára, amely a szakértő szerint vélhetően húsvét körül fog megállni. A termelők most 4-5 forinttal kevesebbet kapnak, mint az előállítási ár, úgyhogy most 19,50 és 23 forint között megy mérettől függően a tojás termelő ára, a önköltség pedig 25-27 forint. Úgyhogy bár a termények árai valamelyet csökkentek a tavalyi jó év miatt, úgyhogy ebben a pár hónapban, két-három hónapban a fűtési költségek mellett még el kell könyveljék az alacsonyabb eladási árat is. Addig is olcsóbban vásárolhatunk a termelőktől korszerű módszerekkel előállított egészséges tojásokat.